Itt látható a 41M jelzésű telefon, ami a háború előtti jelzése volt, és ezt a telefont a néphadsereg átvette a felszabadulás után, és TBK-1 néven futott. Ez gyakorlatilag a kiállítási állapota. Itt már a fedelet fölhajtottuk, illetve a kagylót levettük a tárolóhelyről. Ez itt egy villa, ami alatt érintkező van természetesen, és itt van az adásgomb. Itt látható. A hajtókar az induktorhoz az alaphelyzetben itt van. Csavarnak a meglazításával ezt be tudjuk rakni ennek a tárcsának az elfordítása után, megkeresve az ütközési pozíciót és a csavart ráhúzva. Ezek után megtekerve, de nem elkövetve azt a tipikus hibát, hogy itt fogjuk meg a készüléket, mert nagyon ráz. Úgyhogy most a szigetelőt fogjuk meg, és megtekerjük. Így történik a hívás. Gyakorlatilag ennyi. Felhívnám a figyelmet, hogy két tartozék van, ami gyárilag és leltárilag mindenképpen benne kell, hogy legyen. Az egyik egy földelőtszöveg, a másik pedig itt lakik bent. Kiveszem a... Ez pedig egy univerzális kis szerszám, amivel csavarokat tudunk ellentartani, illetve a vége, ez egy csavarhúzó. Ez így néz ki. Ezt, ha sikerül most ide visszapattintani, sikerült. Jó, ami még lényeges, hogy ennek a fedélnek a fölnyitásával hozzáférhetővé válik a teleprekesz. Hát most nem tudom, ez lesz az eredeti, igen. Ez egy teljesen szűz, használatlan telep. Ezt úgy hívták, hogy töltőtelep. A lényege az volt, hogy ezt szárazon tárolták hosszú ideig. Használatba vétel előtt a két gumidugót ki kellett húzni, folyadékkal föl kellett tölteni, egy picit benne kellett azt hiszem tartani, a felesleget kiönteni, visszadugózni, és onnantól kezdve a telep működőképes volt. Ez ide pont beillik, és a két vezetéket ide be kellett kötni erre a két szorító csavarra. Jó, ez már látható volt, ez az eredetivel kinézetben megegyező. Beforgathatjuk ugyanarra a felére, vagy akár a címkével előre. Ez kartonpapírból készült, az egyes rekeszek kiemelése után itt egy másfél voltos teleptartó látható. Úgyhogy góliát elemekkel lehet üzemeltetni a telefonkészüléket. Ehhez még két darab teleptartó van, ez valószínűleg egy honvédségi gyártású, 4 darab góliát elemet lehetett belerakni. Ez már nem tudom, hogy honnan került hozzám, de a mérete alapján valószínűsíthető, hogy a TBK-1-eshez való pontosan belefér, a madzagok fölérnek. És itt volt egy másik teleptartó, ami egyik másik telefonba sem megy be, és ebből föltételezhető, hogy ebből két darabot ide el lehetett helyezni, szintén egy-egy góliát elemmel.